Tudod, én alapvetően nem szeretem a reakció videókat, de ez az, amit látnia kell az egész világnak. Ugyanis hozzám is csak morsodott el, és érdekes, hogy külföldön már elterjedt napokkal korábban, de a Minecraft világrekordot megdöntötte egy magyar. Azt kérdezett, pontosan hogyan? Hát kijátszotta a játékot egy teljesen véletlenszerű világban szűk 12 perc alatt. Ezzel bizony a speedrun világbajnokok top listáját jelenleg ő uralja. Ez miért is olyan durva? Hát azért, mert kérem szépen a rekordok megdöntésével több százezren próbálkoznak naponta. Éppen ezért hatalmas elismerés jár FE666-nak, aki a Minecraftot tényleg piszkosul vágja. Ő az, akit most az egész világ csodálhat, és akitől az egész világ tanulhat. Tegyük a hangsúlyt az utóbbira. Tanuljunk tőle. Nézzük meg, hogy ő hogyan csinálta pontosan. Mindenekelőtt érdemes tisztáznunk, hogy ennek a speedrunozásnak egyfajta beállításai, kategóriái és szabályai vannak, amelyek szerint az emberek játszhatnak és indulhatnak és szerencsét próbálhatnak. Majd pedig miután egy rekordszintű világot játszottak, azután beküldhetik erre a speedrun.com oldalra a videóikat, és itt pedig egy ellenőrző csapat valóban végigmegy rajta, hogy nem történt egy csalás vagy bármi hasonló, és ezek után felkerülhetnek ténylegesen erre a dobogós listára. Ahol most meg kell említenem, és valóban hatalmas elismerésem, hogy Efe barátunk az nem csak egy ilyen alkategóriájában szerepelt jól, hanem ténylegesen a legnehezebb kategóriában. Ez nem más, mint az, amikor bugok és glitchek nélkül tényleg teljesen véletlenszerű világban, ráadásul a legeslegújabb 1.16 pluszos verzió kategóriában az első helyen van. Már egy hete elfoglalja, szóval nagyon durva. Pár hete csak kíváncsiságból rátekintettem erre az oldalra, és elkezdtem letekerni, és egyetlen egy magyar sem találtam. Az első 300 helyen nincsen magyar. Egyszerűen nincsen. És az a poén, hogy így felküzdöttük magunkat a semmiből a legeslegelső helyre. Szóval a magyar rekord országunk számára nem véletlenül ilyen durva. De térjünk át rögtön erre a videóra, azonnal, abban a pillanatban, ahogy megjelent, rögtön T-Few, illetve egy híres külföldi Twitch streamer is lereagálta. Szóval ez igazán brutál, hogy azonnal külföldön mondtam, elterjedt a hír instant, és Magyarországon pedig konkrétan én vagyok az egyik legelső, aki erről videót készít, vagy egyáltalán bemutatja. Szóval ez is nagyon fura, hogy külföldön hamarabb elterjedt, mint a mi saját országunkban. Na nem baj, akkor most először magyarul kezdjünk is bele az analitikába. Ami a videóban a legmegdöbbentőbb azonnal, az nem más, mint az, hogy nézzünk csak oda a jobb felső sarokba. Konkrétan az benne az igazán durva, hogy ez volt az ő 22.814. próbálkozása. Szóval, wow, le a headsettel, le a kalappal. Egyébként itt látható, mikor rámegy az egyjátékos módra, hogy az előző világai ilyen 1 percesek, meg 4 percesek, meg 1 perc alattiak voltak. Ez azért van, mert a speedrunokat a szerencse az azért nagyban befolyásolja. Én azt mondom, hogy az arány az az, hogy 51% szerencse és 49% tudás az, ami rávezethet például egy világrekordra. Mindjárt ki is derül, hogy ezek közül mi volt megadatva FE666-nak. Ugyebár easy nehézségen, azaz könnyű nehézségen létre is hozta a világát, ezt a szabályzat nem tiltja, és kérem szépen itt figyelnek igazán az ellenőrök, hogy ugyebár nem legyen csalás, amikor legenerálódik a világ, illetve végigelemzik az egészet, de ez most csak mellékes. A lényeg az az, hogy rögtön láthatjuk, hogy egy falu mellé spónolt le közvetlen. Azonnal ki is veszi a ládából a 4 gyémántot, illetve egy vascsákányt, ezekre volt csak szüksége, és egyébként iszonyatosan durva, hogy rögtön egy ilyen ládával volt ugyebár ellátva, és ilyen cuccokat szerzett azonnal, már az első pillanatban. És itt jön a ráadás, ugyanis rögtön egy befejezetlen portál tárult a szem elé, illetve fák a ládában, amiből rögtön elkezdett craftolni, ugyebár lett egy baltája, illetve egy ásója, valamint egy csónakot, illetve botokat is csinált, ezek a későbbiekben lesznek hasznosak. És kérem szépen azonnal 5 obszidiánt, illetve ugyebár tűzgolyót szerzett a portálhoz, amikkel jól láthatóan egy kis számolás után itt megállítja a játékot egy pillanatra, szóval itt megnézi, hogy ugyebár beleférnek-e majd az obszidiának a portálba, és kijön-e majd valóban az, amit ő létre szeretne hozni, át kell menni a netherbe mindenképp, és igen, kiszámolja, látja, hogy abszolút meg lesz, és azonnal is kezdi építeni a portált, amihez nem volt szüksége gyakorlatilag semmi pluszra, tehát ez meg volt azonnal. Ezután elkészít 3 vasat, ezekből egy vödröt csinál, illetve aranyat, amiből rögtön lesz sisakja, ezért majd a netherben a piglinek nem fogják őt ugyebár támadni. Tehát ez is iszonyatosan jó esett neki, és iszonyatosan hasznos lesz a későbbiekben. És azonnal megy is át a netherbe, ott van egy fa, azért akar gyorsan kiszaladni, de ugyebár látta, hogy az nem feltétlenül éri meg neki. Ezért bennmaradt a portálban, és egy kicsivel később már át is került ebbe a bizonyos nether világába. Na itt most azt láthatjuk, hogy a látótávolságát egy kicsit följebb teszi, egészen pontosan 16 csánkra, és
elkezd használni egy egészen különleges taktikát, amit szerintem még te se ismersz pontosan. Ez nem más, mint az E-ray. Ez csupán annyiból áll, hogy jól láthatóan leveszi a látószögét, és ennek következtében sokkal kisebb szögben látja a területet, és sokkal könnyebben tudja pontosan belőni azt a szöget, amelyre el kell indulnia ahhoz, hogy megszerezze a piglin bástyát. És igen, ennyi idő alatt már meg is találta, hogy merre kell mennie, szerintem be is mutatom ennek a működését. Gyorsan létrehozunk egy teljesen random világot, aztán megépítjük a portált obszidiánból, és minthogyha rendes speedrunnerök lennénk, meglátjuk, hogy mit hoz a pokol. Nos, hát igen, ennél jobb és nehezebb kezdet nem is lehetne. Konkrétan nem látszik innen se semmi bástya, se semmi erőd, tehát mindenképpen valamiféle taktika kell. Mert hogy először egy profijátékos egyszerűen csak szétnézne, és hogyha meglátja, hogy nincs a környéken semmi hasonló, akkor csak lenyomná az F3 gombot. Na és akkor itt légy szíves, nézz föl az E sorra. Ott most éppenséggel a 40-es számot láthatod, 39, illetve 38 folyamatosan változik. És mindjárt meglátod, hogy miért. Szeretném, hogyha most egyet tippelnél, hogyha forgok, akkor szerinted ez a szám miért változik? Minek a mennyiségét mutathatja ez? Kérdezem én. Tehát most itt megindulunk, forgunk egy kicsit, itt például súrolja a 40-et, aztán pedig eléri a 40-et, itt már az 50-et súrolja, valóban ott már volt 50, aztán megyünk tovább, szintén 40 körül van, elindul lefele, ahogy itt a portál felé visszanézek. Ez tényleg mit mutathat meg? Azt elárulom neked, hogy az E betű rendkívül sokat segíthet. Ugyanis kérem szépen, ez a sor nem mást, mint a látószögetben lévő összes entitást mutatja meg. Egy kicsit precízebben fogalmazva, hogyha nincsenek itemek előtted a földre dobva, akkor a látószögetben, tehát az előtted lévő mobok számát adja meg. És akkor, ja, jogos a kérdésed, hogy mégis miben segít az, hogyha tudod, hogy hány mob van arra, merre nézel. Hát kérem szépen, abban segít piszkosul, hogy meglásd azt, hogy éppenséggel hol van egy bástya a környéken. Próbáljuk ki, valóban, most itt, ebben a teljesen véletlenszerű világban, hogy működik-e a megtalálása ezzel a módszerrel. Melyik irányban a legtöbb ez a szám? Nézzünk körbe. Kérem szépen, errefelé 40-et is mutat, és amikor ezt felfedeztük, hogy igen, ebben a szögben van a legtöbb, arra, akkor a látószöget lecsökkentjük a legkisebbre, azaz 30-ra, és itt sokkal pontosabb képet kapunk arról, hogyha így is körülnézünk abban az irányban, mégiscsak merre van a legtöbb mob. Mert akkor hatalmas eséllyel arra felé lesz majd egy bástya. És igen, arra felé akár 15-öt is mutat, na igen, én azt mondom, hogy akkor menjünk arra. Nézzük meg, hogy működik-e a taktika. Átváltom magam a spectatorbe, és akkor lássuk, induljunk meg. És kíváncsi leszek, hogy tényleg beválik-e. Egy kicsit felgyorsítjuk magunkat. És igen, egyenesen belementünk ebbe. Kérem szépen, emberek, bevált a dolog, és ténylegesen meg lehet nézni ezzel, hogy mégiscsak merre van az adott bástya, amit fel kell keresned. Megmondom őszintén, hogy még soha nem próbáltam ki ezt, erre tessék. Elsőre sikerült megcsinálni a dolgot, szóval egyszerűen hihetetlen. Viszont az fontos megemlítenem, hogy 128 blokkos körzetben kell a bástyának, avagy erődnek lennie. Mert különben a mobok láthatósága nem működne, tehát eleve 128 blokkig spónolhatnak tőled. Éppen ezért ezen a határon kívül már más taktikák alkalmazása szükséges, de ezek egy speedrunban már túl sok időt vennének igénybe. Tehát tényleg, a magyar rekorderünk is ezt használta, és ennyi a lényeg. Látószöget le, nézzük az E betűt, itt 24-et is mutat akár, szóval mindenképpen erre indulunk el. Visszahozzuk, és akkor már így normálisan látunk mindent. És akkor itt lesz a szemünk előtt másodpercek múlva, így igaz. Ennyi az egész. Egyáltalán nem nagy cucc, és szinte mindig beválik, hogyha valóban van bástya a közeledben. Amikor a rekorderünk videóját elemeztem, akkor én is csak néztem kidüllett szemekkel, hogy most akkor ez nem csalás? Te nem gondolod ezt? Mert egyébként eléggé durva, hogy ezzel az egyszerű kis számmal, hogy melyik irányban hány mob van, meg lehet találni mégiscsak bástyákat és erődöket, de arra jutottam, hogy nem csalás, mert hát az F3 gombot lenyomva alapinformációkat látsz, ez bárki használhatja, ez semmiképpen sem minősül, egyébként érdekes módon csalásnak. Érdekesség, hogy a jelenlegi top 5 az F3 nélkül, azaz koordináták meg minden egyéb ilyesmi nélkül csinálta. Méghozzá 13 perc és 53 másodperc alatt. Nagyon durva. Viszont térjünk vissza az első helyre, hiszen az mégiscsak zseniálisabb. Nos, akkor most már értjük, hogy pontosan itt mi is történt FE666 által. Ugyebár piszkosul gyorsan csinálta azt, amit az előbb elmagyaráztam. Nézd csak, konkrétan egyszerűen azonnal levette a látószögét, szétnézett, és meg is lett a kellő irány. Valóban. Ott, hogyha az E betűjét nézzük,
43-ot látunk. Tényleg azonnal megtalálta, és meg is indulhatott arra felé, vissza is veszi a látószöget, és hajrá! Már csak oda kell mennie. Itt már szerintem pontosan tudta, hogy ott egy bástyának kell majd fogadnia, de azért szétnézett, hogy van esetleg valami, vagy valaki a környéken. Nem tudom, hogy ez egészen pontosan mire volt itt jó. Minden esetre szed fát, hiszen ez kelleni fog a jövőben, például átkraftoláshoz. És ezután pedig, miután átkraftolta őket, nagyon fura, hogy bement erre a helyre. Tehát ezt én itt speciál nem értem, hogy ez most itt miért kellett egyáltalán, meg néha ilyen kis béna mozdulatokkal szaladt az idő rendesen, de ettől függetlenül lassan, de mégis gyorsan haladt végig ezen a mepen. Na nézzük csak tovább. Ugyebár keresi a bástyát továbbra is, hiszen nem tévedhetett az az írei, az a taktika, már meg is látta, és igen, már csak be kéne jutni valahogyan. Ez is nem a leggyorsabb módszer, de benne van, és méghozzá egy ilyen arannyal teli bástyába került, ami azért igazán jó, hiszen így mégiscsak rendkívül sok dologgal tud majd cserélgetni a barátainkkal. Igen, át is kraftolja mindjárt az aranyakat, ez is eléggé lassan megy ahhoz képest, hogy ez egy világrekord pálya. Aztán tovább megy, és itt iszonyatosan sok veszéllyel találkozik, azt nézd meg, úgy rá mennek a hoglinok, hogy az hihetetlen. Kicsit meg is ijedt tőlük, hiszen biztonságban akarja tudni magát, átmegy rajtuk egyszerűen, fölmegy ide a lávákhoz, és kivesz egy lávás födörnyi cuclányt. Aztán tovább megy, ismeri a bástyának a felépítését, ez is rendkívül durva. Tehát azért látszik, hogy túl van már pár ezer világon. És ezzel a lenti taktikával, azzal, hogy lejött erre a helyre, egyszerűen tudja becsapdázni a piglineket, és cserélgetni velük ugyebár rengeteg aranyat, hiszen mégiscsak kiszedett elég mennyiséget ahhoz, hogy megkapja azt, ami neki kell. Nos igen! Ugyebár itt kettő ládát is találunk fent, egy nagyot, illetve egy kicsit, ezekből is egészen jó cuccokat szerzett, konkrétan 8 obszidiánja már innen meglett. Aztán pedig mindjárt vissza is megy, hogy megnézze, hogy pontosan miket kapott a piglinektől. Ugyebár itt nagyon fontos a csere. Tehát tőlük fonalat kap, amik azért kellenek, ugyanis az ágyra mindenképpen szüksége lesz a sárkány ellen. Rengeteg ágyra, tehát nem is olyan sokra, mert 4-5-6 ágyal akár meg is lehet ölni őt, de ettől függetlenül minél több a fonál, annál jobb, annál több az ágy. Na lássuk akkor, lassacskán végig a cserélgetésnek, magára dobott természetesen egy ilyen tűzállóságpotit, mert miért ne, semmit nem veszített vele, és mindjárt meglátjuk, hogy ez hasznos lesz neki a jövőben, hogy nem sebződik a lávában. Szóval igen, viszonylag sok idő elmegy eléggé fura dolgokkal, ez is teljes mértékben biztonságban van megcsinálva, ahogy megölte ezt a hoglint. Ő abszolút a biztonságra ment. És hát felettébb érdekes, hogy ezt hogyan tette meg. Nagyon-nagyon sok helyen én máshogy csináltam volna ezt a végigjátszást, de minden elismerésem neki, mert ahogy csinálta és amit csinált, azt abszolút profin csinálta. Tehát ez kétségtelen. Itt egyébként viszonylag sok időt töltött gondolkodással. Ezt az ő kommentjeiben egy kicsit kritizálták, hogy mégiscsak több 10 másodpercet szánt arra, hogy gondolkozzon, hogy mit csináljon következő lépésben, de ezzel ugyebár nincs probléma, nem tiltja ezt a szabályzat, ez nem számolódik bele, ugyebár az alsó időpontba, ami egyébként magát a játékban töltött időt mutatja. Na és akkor lássuk, hogy ezután mi lesz. Most egy nether erődöt kell keresnie, szintén használja az írét, és érdekes, hogy most mit néz ki magának. Figyeljünk csak. Most megkereste azt, ahol az ebetű nulla. Nulla. És ez engem rendkívül meglep. Ez az, amit még én sem értek. Ez is egyfajta taktika. Megkeresi azt, amerre egyetlen egy mob sincsen, és elindul arra, Ender Pearl-öket dobálva. Figyeljük meg, hogy ez eredményre vezetette nála. Tehát mondom, hogy elindulni az ismeretlenbe, ahol tényleg nulla mob helyezkedik el, nincsenek arrafele szörnyek, nagyon fura dolog. De ő mégis arra megy, arra elkezdi dobálni az Ender Pearl-öket, és lábába érkezik, de szerencsére tűzállóság van rajta, és egy kaja megevésével a szíve is lassacskán fölmennek,
és ezzel rengeteg időt veszít el, viszont megpillantja az erődöt, ami valóban ott van előtte. Szóval eszméletlenül durva, és ez az Ender Pearl, ez szerintem egy hiba volt. Na, mondom még egyszer, szóval szerintem ezt tényleg nem így kellett volna. Tehát itt van egy plac, és ott az erőd, és ő azt hitte, hogy ez az Ender Pearl el fog szállni az erődig, de azért ebből egy akkora hátránya keletkezett, amit szerintem nem kellett volna ilyen módon megkockáztatni. Mint látható, itt is leállítja a játékot, hogy egy kicsit gondolkozzon, és valóban ott találja magát az erődnek a talpánál, a láva óceán legalján. Tehát ezzel millió idő elment sajnos, és még így is világrekord elvett, szóval ezek engem csak meglepnek, mondom, lassan, de közben mégis piszkosul gyorsan. Hihetetlen. Itt is föl kell úsznia a láva tetejére, nincs mese. És megy az idő. De piszkosul megy az idő. Földobja az Ender Pearlt. Itt ugyebár nyilvánvalóan ez egy olyan alap, de mégis profi movement. Aztán följebb építi magát, közben evett egy kicsit, hiszen már azért szüksége volt rá. És valóban most már itt van az erődben. Tehát ezt is elérte. Innentől kezdve a feladat az, hogy most már valóban ezt megtalálta, hogy találjon blazeket. Erre egyébként van egy más taktika is, mint a spawner keresése. Ezt szerintem be is mutatom gyorsan neked. Tehát, kérdés, mi a teendő abban az esetben, hogyha egy erődben nincs spawner, vagy szimplán nem találod a spawnert? Egyszerűen csak annyit kell tenned, hogy a látótávolságot leveszed a legkisebbre. És ennek következtében a játék hozzád minél közelebb fogja spawnolni a szörnyeket. Hogy hát egy kicsit megszívasson téged. Ez egy felettébb érdekes játéknek adika, de látható, hogy már konkrétan lőnek a blézek. Pedig az előbb még ott se voltak. Na akkor menjünk közelebb, lássuk, hogy mi vár itt minket. Most, ugyebár én adoltam magamnak cuszlájukat, ez egy speedrunban valóban elég veszélyes lenne, de ettől függetlenül most magát a mechanikát szeretném bemutatni neked. Eddig már találkoztunk egy perc alatt három blézzel, aztán tovább jövünk mondjuk erre, itt is van egy, aztán itt van még kettő, három, szóval nagyon durván tudnak ezek jönni, hogyha ezt a taktikát alkalmazod. Csak hát valóban ez egy speedrunban nem feltétlen ajánlott. Ettől függetlenül szerintem biztos lesz majd egy őrült, aki ezzel dönti meg a rekordot. Na de akkor nézzük is tovább a videót. Ugyebár ott tartottunk, hogy barátunk rátalált egy nether erődre, ahol ugyebár blazeket kell keresnie. Na most ez ebben az erődben, ami egy eléggé szerencsétlen erődnek mondható, felettébb nehézkes. Ugyanis nem véletlen mondtam, hogy szerencsétlen, mint hogyha nem lenne benne blaze spawner. Hoppá, viszont közben azért ez egy nagyon profi időspórolás volt, le kell vallanunk őszintén. Tényleg zseniálisan megoldotta azt a láva átlépést. Közben le kell győznie még egy Wither Skeletont is, hát ez elkerülhetetlen volt, nem tudott volna mellette szerintem elfutni. És minden, ami itt történik, az hatalmas, hatalmas időveszteség. Ugyanis valóban az a helyzet, hogy a blaze spawner az valahol sehol nincs. És ez így olyan reménytelenséget idézhetett volna benne elő, de nem adta fel, ment tovább és tovább. Itt elkerülte a Wither Skeletont, és be is falaszta, ahogy megtalálta végre valahára azt a blaze spawnert. És így a Wither Skeletonváz nem tud bejönni, és valóban a tűzállóság potival ténylegesen övé az egész hely. Meg tudta szerezni az első kettő rudat méghozzá csupán kettő darab blaze-től. Közben craftolt aranyat, illetve csinált gyapjúkat az ágyakhoz, illetve egy arancsákányt, amivel mindjárt csinál egy taktikát, viszont előtte megöli az újonnan leszpónolt blaze-eket, és láthatjuk is hamarosan azt, hogy a csákánnyal, amit most csinált, egy kicsit kibővíti ezt a helyet. Ez azért jó, ugyanis így sokkal nagyobb eséllyel spawnolnak be oda blaze-ek. Tehát minél több a spawner körül a hely, nyilvánvalóan annál több lehetőség van nekik leszpónolni. De viszont erre nem volt annyira feltétlen szükség, ugyanis ott terem az utolsó blaze, és az a vicc, hogy csupán három adagnyi blaze-ből meglett a 6 blaze rúd, ami szükséges ahhoz, hogy majd átmenjen az endbe. Szóval nagyon brutális. És már megy is. Most a következő cél az az, hogy visszajusson a normál világba, és ugyebár megtalálja az end portált. Na most ehhez teljesen véletlenszerűen valahol meg kell építenie egy nether portált, és hát ugyebár én nem annyira értek ehhez, hogy pontosan hol érdemes visszamenni a netherből a normál világba, hogy valóban közel kerülj, vagy nagy eséllyel közelebb kerülj egy ilyen enderődhöz, de ettől függetlenül ő ezt a helyet választotta. Lássuk, hogy bejött-e neki. Hát az a helyzet, hogy megépítette a csodálatos portált, és most van baj. Most van baj. Ezt figyeld. Bizony, bizony. Se tűzgolyó, se kovakő és acél.
gigantikus hiba sajnos. Otthon maradt, idézőjelben, mert nem volt otthona, de elhagyta, nem hozott se a Piglinektől tűzgolyót, se nem kraftolt, ugyebár kovakvé és acélt, egyszerűen elfelejtődött. Sajnos kimaradt. Pont a világrekord világában. Nagyon durva, nagyon nagy hiba, mégis ilyen idő alatt teljesítette, hihetetlen. Hihetetlen. Nem tudom, hogy jött össze, mondom, lassan, még hibákkal is, de mégis közben gyorsan. És ezt valahogy most meg kéne oldania. És figyeld meg a kurzor mozgásán, hogy mekkora pánikba esett. Azt figyeld, meg eleve leállította a játékot, hogy gondolkozzon, most mi legyen. Ott a pánik a kurzorral, még több. Átkraftolja ugyebár a blazezokat őrlámporrá, majd pedig látta, hogy ugyebár vannak ilyen kis vasrögei. De ezeket elsőre nem tudta valamiért lekraftolni, túlsoztam, kattintott, annyira pánikba esett, hogy itt azért ez is beszített egy másodpercet. Nagyon fura, nagyon durva, szerintem ott remeghetett, meg már minden lehetett vele, de mint látod, elsőre ez nem jött össze. De megoldotta, meglett a vasrút, és látta, hogy ugyebár van nála sóder, ami a megoldása mindennek, főleg ezzel a gyémántású kombóval, amit még az első ládából szerzett gyémántokból kraftolt le. Tehát itt összeáll a kép, és meg kell mondanunk, hogy iszonyatosan gyorsan megoldotta a problémát. Ott van a kovakő, gyorsan átkraftolja, és már bejutathatja a portát. És most figyelj! Azt láttad? Most megmutatom még egyszer. Most belassítom neked, és elfogom azt a pillanatot, de ez igazán brutális. Csak nézd! Ugyebár itt jön a lassítás, a játszási sebesség 0,25 mondjuk, és azt figyeld! Boom! Hogyha nincs ott az a sóder, akkor kiütődött volna az egész portál! Tehát én itt megőrültem, amikor én ezt láttam, hogy itt mi történik, akkor rögtön a sóderre gondoltam, hogy azt mentettem meg, és amikor itt leállítottam a videót, belassítottam, rájöttem, hogy tényleg, ha az a sóder nincs ott, a portál kiütődött volna. Eszméletlen. És nézd meg, hogy azt a sódert, azt nem azért tette le, hogy majd egy gazgolyóját megvédje, vagy kivédje, hanem... Csak nézd meg, hogy ez hogy került oda. Nagyon poén. Szerintem iszonyatosan poén ennek az egésznek a szerencséje. Hogy ezt nem bukta el, legalább ezt nem bukta el. Figyeld meg, ahogy építi a portált, most teszi le a sódert. Csak azért tette oda, mert úgy építette meg, semmi másért. De az a sóder oda piszkosul kellett. Na de akkor nézzük tovább. Ugyebár tényleg ez a pánik, ami itt történt, és most megmutatom teljes egészében, meg a megoldás gyorsasága, az azért valljuk be, hogy végül egész jól sikeredett. Tehát így megcsinálta szépen a vasrögökből a vasat, de ezzel azért mégiscsak idő ment el. Komoly. Most így láthattad szépen az egészet, és valóban. Most jön az, hogy visszajutunk a normál világba, és valóban indulhat ezután az eléggé nagy izgalom után a keresése az endportálnak. Átkraftolja ugyebár szemekké, Ender szemekké a gyöngyöket, egy kicsit evett, és indulunk is az útra, megvan az irány. És itt van a koordináták alapján, meg a szögek alapján egy taktika, aminek a segítségével ki lehet számolni, hogy nagyjából hány blokkra van az endportál, vagy milyen irányba van. Ő valószínűleg valamit itt számolhatott, és ennek a működését még én nem igazán értem, és nem vagyok speedrunner, de lehet, hogy leszek egyszer, ki tudja, lehet, hogy megpróbálok én is azért egy-két menetet. De most nem ez a lényeg, hanem az, hogy vitt magával lávásföldröt, még a Netherből, ami nagyon szuper, hiszen kajára mindig szükség van, sokat kell futni az endportálhoz. És pont ahogy az, hogy a bárányok is itt voltak, és megadják a kaját, zseniális. Zseniális szerencse, zseniális játékos, eszméletlen. És itt látszik igazán, hogy mennyire közel van az a portál, hiszen nem tovább megy abba az irányba, amerre elindult, hanem ténylegesen már itt elkanyarodott jobban ez a szemecske. És jön az utolsó, ami már a föld alá megy, és figyeld meg, hogy a 7 szemből lett 6, tehát egy eltört, viszont megmaradt ugyebár ennyi neki, és
elkezd egyenesen, nyílegyenesen leásni, semmitől sem félve, igazán bátran, de közben azért látja a jobb alsó sarokban, ugyebár feliratokat bekapcsolta, hogy nehogy még a végén itt lávába essen. Aztán megérkezik ugyebár az erődbe, és ha megfigyeled, akkor az erőd, hogy mennyire, de mennyire szerencsés volt, és az irányt, hogy eltalált, hogy merre lesz az a portál, eszméletlen, eszméletlen. Meglátja, már csak be kell mennie, ez egy alaptaktika ugyebár, hogy ne jönnek meg a szilverfések, és már át is jutott az endbe. Itt egyébként azt érdemes kiemelnem, és nagyon poén, hogy amikor itt átkraftolja az Endőrszemeket, akkor már csak 5 darab őrlámpora volt. És így összesen kapott 11 darab szemet. Tehát, hogyha egyetlen szem sem lett volna automatikusan a portálba rakva, akkor ez nem lett volna meg. Hogyha még egyetlen egy szemet elveszít, miközben ugyebár jött a portál felé, akkor ez szintén nem lenne meg. Tehát ki volt itt centizve minden, és le a kalappa. Ez egyaránt szerencse, egyaránt abszolút minden. Lekraftolja az ágyakat, és innentől már úgymond gyerekjáték a sárkány kivégzése. Persze ezt is minél gyorsabban kell, de mindenképpen meg kell várni azt, amíg leszáll ugyebár a sárkány a helyére. Előkészít első körben ugyebár játékosunk egy kis csapdát, ahova majd az ágyakat biztonságosan le tudja tenni, egy ilyen síró obszidiánnal, majd pedig félre megy. Innentől kezdve ennyi volt a dolga, van annyi ágya, hogy nem kell aggódni azon, hogy kinyírja-e vagy sem. Ettől a perctől fogva már csak várnia kellett. És ugyebár bekészítettem most az ágyakat, mit már nagyon izgulhatott szerintem, feldobja oda az Ender Pearl-t. Ez is ugyebár egyfajta taktika, amit itt lehet alkalmazni. Nagyon magasan van, könnyedén be tudom majd jutni középre. Egyetlen egy Ender Pearl dobással. Obszidiánokat tett maga alá, hogy semmiképp se tudja kiszedni a sárkány. Nem mintha annyira akarná. Azért most annyi fáradtság és ennyi minden után a sárkány is tudja, hogy békén kell őt hagynia. Nagyon poén, és nagyon hihetetlen, hogy ez így összejött. Meg is a sárkány a helyére, ott vannak az inventoryban az ágyak. Zseniális végigjátszása volt a játéknak. Íme. Kérem szépen, ez egy világrekord megdöntése. Abszolút brutális. Itt a vége. 11:53:65. Hihetetlen. Szóval tényleg, le a headsettel. Még egyszer gigantikus gratula FE666-nak, neked pedig a figyelmedért örök hála. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen jelezd egy lájkkal, illetve egy feliratkozással. Találkozunk a következő videóban. Addig is, szia!